A világ rengeteget köszönhet nekünk gyakorlatilag az élet minden területén. Ez pedig igazán különleges dolog, ha belegondolunk abba, hogy igazából egy kis ország vagyunk Európa közép-keleti részén. Mégis sikerült a tudósainknak megváltoztatni az emberek életét a találmányaiknak köszönhetően, és remélhetőleg ez a jövőben is így lesz. Sziasztok, Márk vagyok a 10-es listától, és ma bemutatok nektek 10 magyar találmányt, ami megváltoztatta a világot. Kezdjük is a videót jedlikányossal és találmányával, a dinamóval. Pontosabban nem magát az eszközt találta fel, hanem a találmány alapjául szolgáló dinamó elv köthető a nevéhez, a dinamót magát ugyanis 1966-ban nem jedlikányos, hanem Ernst Werner szabadalmaztatta 6 évvel azután, hogy a dinamó elv szabadalma bejegyzésre került. Jedlikányos már az 1850-es évek elejétől kezdve rengeteget foglalkozott azzal, hogy a galván elemeket helyettesíthesse a világ egy újfajta áramfejlesztő eszközzel, amire úgy gondolta, hogy egy acélmágneses egyenáramú generátor lenne a tökéletes. Szorgos munkája eredményeként pattant ki a fejéből a dinamó elv, ami a mozgási indukciót hasznosítja arra, hogy feszültséget hozzon létre. És hogy miért változtatta ez meg a világunkat? A dinamót gyakorlatilag az 1970-es évekig használták autókban és egyéb gépjárművekben a gyártók arra, hogy ellássa a jármű villamos energiaigényét. Gyakorlatilag azért tudtak a 70-es évekig világítani világszerte az autók lámpái, mert jedlikányos fejéből kipattant a dinamó elv. Ugyanígy a biciklik esetében se volt ritka, hogy kisebb dinamókkal szerelték azokat, hogy menet közben az működtetni tudja az első és hátsó lámpákat. Persze nem csak a világító testeket táplálta a dinamó, de ez talán a legegyszerűbb példa. Bíró László nevese hiába lett híres az egész világon, hiszen neki és a golyóstól találmányának köszönhetjük, hogy nem szükséges tintába mártogatnunk a tollat, ha írni szeretnénk. Manapság, amikor szinte mindenkinek van számítógépe és okostelefonja, az iskolapadokban töltött időn és a dokumentumok aláírásán kívül eléggé a háttérbe szorult a kézzelírás, de talán még így is érzitek, mennyivel jobban járt a világ a golyóstollal, mint a korábbi alternatívákkal. Legalábbis a mindennapi használatban. Azt viszont fontos megjegyezni, hogy bármennyire is összefonódott Bíró László neve a golyóstollal, nem ő volt az első, akinek eszébe jutott a dolog, és közel se az első, aki golyóstól szabadalmat jegyeztetett be. John J. Loud szabadalmaztatott először golyóstollat, majd ezt még több bejegyzés követte világszerte másoktól, de mindegyik találmány használhatatlannak bizonyult. Volt, amelyik csak akkor működött, ha a tollat tökéletesen függőlegesen tartotta az író, ami egészen megbonyolította a használatát, de több egyszerűen nem tudta egyenletesen adagolni a tintát, és vagy lemaradt a szófele a lapról, vagy eláztatta a toll az egészet tintával. Ezekhez képest hatalmas áttörés volt Bíró László ténylegesen a mindennapokban is használható golyóstolla. A szerkezethez az újságírói munkája adta meg neki az ihletet, és a nyomdai rotációs hengerek egyenletes, folyamatos munkájának látványa alapján alakította ki a saját szerkezetét. A történet szomorú része, hogy bár az első golyóstól szabadalmát 1938-ban itthon jelentette be, a nem sokkal később megszületett zsidó törvények miatt 1939-ben Párizsba menekült, majd onnan Argentínába emigrált. Argentínában viszont akkora tiszteletet szerzett az ott töltött évei során, hogy az argentin feltalálók napját az ő születésnapján, szeptember 29-én ünneplik. A végső golyóstól kialakítást Bíró László 1943. június 10-én szabadalmaztatta, ezzel örökre megváltoztatva a kézzelírást. Talán ma már az öngyújtók és az elektromos sütők és főzőlapok világában nehezen tudott felmérni, mekkora találmány volt a biztonsági gyufa, de a 19. században még mindig egészen nehézkes és akár veszélyes feladat is lehetett a tűzgyújtás. A század elején ugyanis még mindig általános gyakorlat volt, hogy egy acéllap és kovakő kombinációjával gyújtottak tüzet az emberek úgy, hogy ezeket egymáshoz ütögették. Az első gyufát 1805-ben találták fel, ez még viszont csak úgy gyulladt meg, ha a fejét kénsavba mártották. Ezzel pedig több probléma is volt. Egyrészt mindenkinek kénsavat kellett volna otthon tartania, másrészt ez borzasztóan veszélyes, mert elég csak egy véletlen mozdulattal meglökni a tartályt, és jó esetben a konyhapultot, rossz esetben a bőrödet marja szét, harmadrészt pedig az így használt gyufa borzasztóan tűzveszélyes volt. Nem sokkal később már megjelentek a dörzs gyufák, amiket már szerencsére nem kellett kénsavba mártani, elég volt csak egy érdes felülethez dörzsölni a mai gyufákhoz hasonlóan. Viszont ezek feje olyan anyagokkal volt kezelve, amik robbanásszerűen gyulladtak be, így a tűzveszélyességük még mindig jelentős volt.
Nem sokkal később már megjelentek a dörzsgyufák, amiket már szerencsére nem kellett kénsavba mártani, elég volt csak egy érdes felülethez dörzsölni a mai gyufákhoz hasonlóan. Viszont ezek feje olyan anyagokkal volt kezelve, amik robbanásszerűen gyulladtak be, így a tűzveszélyességük még mindig jelentős volt. De jött Irinyi János, és ezt továbbfejlesztve 1836-ban feltalálta a biztonsági gyufát, ami már robbanásmentesen gyulladt be, és még ként se tartalmazott, így a korábbiakhoz képest nem is árasztotta el az emberek otthonát egy írtózatosan büdös szag a begyújtás pillanatában. A dohányosoktól kezdve a szakácsokig mindenki, aki egyszerűen és robbanásmentesen szeretett volna tüzet gyújtani, köszönetet mondhatott Irinyi Jánosnak. Nem is volt olyan régen, hogy az emberiség egyszerűen megőrült a hologramok iránt. Mostanában a VR és AR megoldások miatt mintha alább hagyott volna a lendület, de azért valljuk be, kifejezetten menő volt, amikor pár éve már elhunyt sztárokat hologram segítségével vittek vissza a színpadra, hogy koncertet adjanak. Az más dolog, hogy ez morálisan mennyire jó dolog, de a technológia oldaláról kétségkívül hatalmas előrelépés volt. Ez pedig nem jöhetett volna létre Gábor Dénes nélkül, aki feltalálta a holográfia eljárását. A holográfia az a képrögzítő eljárás, amivel egy tárgyról háromdimenziós kép hozható létre. Kérdezhetnétek, hogy miért nem olvastatok erről az utóbbi 10 évben az újságokban, ha ekkora dolog, de ennek megvan az oka. A holográfia egyáltalán nem új keletű, 1947-ben pattant ki Gábor Dénes fejéből. Viszont ezt követően 16 évig a módszer csak és kizárólag a szakmai folyóiratokban volt megtalálható, mert akkoriban még nem kapták fel. De 1963-ban a Michigani Egyetem két mérnöke rátalált és továbbfejlesztette a holográfiát, ezzel pedig egyből a címlapokra kerültek ők is és a magyar fizikus is. De az érdem szerencsére nem maradt el, és Gábor Dénes az eredeti elektron hullámokon nyugvó módszer kidolgozásáért 1971-ben megkapta a fizikai Nobel-díjat. Belegondoltál már abba, amikor reggel villamosra pattansz, vagy esetleg vonattal utazol valahova, hogy ez is egy magyar feltalálónak köszönhető? Kandó Kálmán, az elektromos mozdony atya tette lehetővé, hogy a nagyvárosok egy fokkal kevésbé legyenek tele smoggal a háromfázisú motor és az elektromos vasúti közlekedéshez szükséges generátor kidolgozásával. Csak képzeljétek el, mennyivel rosszabb lenne a már amúgy se rózsás helyzet, ha villamosok helyett csak és kizárólag buszok és autók közlekednének. Valószínűleg fulladás közeli állapotban tudnánk eljutni városon belül A-ból B-be. De nem csak a vasúti közlekedésben voltak úttörők a magyarok, hanem a légiben is, hiszen nélkülünk nem feltétlen léteznének helikopterek. Asbóth Oszkár volt a bűnös, az ő mérnöki munkájának lett az eredménye egy függőleges tengellyel és e körül forgó propellerekkel szerelt repülőgép. Ezt 1918-ban hatalmas eredményként tartották számon, és úgy gondolták, le tudják erre a szerkezetre cserélni a hőlégballonokat, így a katonaság hatékonyabb kémakciókat tud indítani az ellenséggel szemben. Viszont a gép ugyan működött, a lebegésen kívül más nem nagyon lehetett vele csinálni, irányítani meg végképp nem. Ezeken felül Asbóth Oszkár munkásságát többen is vitatták, mivel elvileg képes volt túlsztárolni magát, és pára még azt is állítják, hogy a gépen szintén dolgozó Kármán Tódor munkásságát lopta el és sajátította ki igazából. Sőt, az 1970-es évek után megjelent szaklapokban minden szakértő azon az állásponton volt, hogy ez a szerkezet maximum felemelkedni és leszállni lehetett képes, sőt, páran azt is állították, hogy valójában Asbóth helikopterét a földről kötelek segítségével kellett kiegyensúlyozni, amiket a fényképekről utólag retusálással töröltek le. Bárhogy is legyen, legalább az biztos, hogy magyar kéz volt a dologban. Ettől függetlenül az első működő motoros helikopter már nem köthető közvetlenül a hazánkhoz, mivel ezt Igor Szikorszkinak sikerült megterveznie és sorozatgyártásba adnia 1942-ben. Kevés magyarabb dolog van a Rubik kockánál, ami a gulyással vetekszik az országunk elsődleges ismertetője címért. Bár tény, hogy az emberek életét nem változtatta meg olyan szinten, mint az előző találmányok, mégis szó szerint egy olyan feladványt adott millió kezébe, ami hosszú időre lekötötte őket. Az egész történet 1974-ben indult útjára, amikor ifjabb Rubik Ernő bemutatta a világnak az akkor még bűvös kocka névre keresztelt logikai játékát. A szabadalmi eljárás már 1975-ben el is indította, de csak 77-ben sikerült megkapni a szabadalmi jogot, ezt követően viszont a bűvös kocka megállíthatatlanul hódította meg a világot. A játékot 1980-ban nevezték át Rubik kockára, és ekkor indult meg az itthon addigra 1 millió példányban eladott játék terjesztése külföldön is, ahol szintén hihetetlen sikere lett.
Nem csoda, hogy 1982 óta folyamatosan tartanak versenyeket, hogy a gyors kocka pörgetők megmutathassák, ők tudják a leggyorsabban kirakni a Rubik kockát. Ezt a videót nem is nézhetnéd meg, ha nem élt volna Neumann János, és munkásságával nem tette volna le az asztalra a modern számítógépek működési elvét. Gondolj bele, mennyire más lenne a világunk, ha nem léteznének számítógépek, vagy legalábbis olyanok, amik képesek a gyors adatfeldolgozásra és működésre. Nemhogy a legújabb játékokat nem tudnád futtatni, hanem az is legalább egy fél napba telne, hogy egy egyszerű programot lefuttass rajta. Mennyivel bonyolultabb lenne a mindennapi életünk, a munka, a forgalom irányítása, a jelzőlámpák központi számítógépes irányításának lehetősége nélkül, és még sorolhatnám. Neumann már híres matematikus volt, amikor 1944-ben csatlakozott az Egyesült Államok atombomba kifejlesztésével foglalkozó kutatásához, a Manhattan tervhez, és elkezdett az informatikával, pontosabban a nagysebességű elektronikus számítások lehetőségével foglalkozni. Dolgozott az amerikaiak első számítógépén, ami még gyakorlatilag egy egész garzonlakást elfoglalt, de az ő vezetésével dolgozták ki az ennél sokkal nagyobb mennyiségű adathalmazok feldolgozására képes és sokkal nagyobb sebességgel rendelkező számítógépét, ami már a memóriájában tudta tárolni az adatokat. Ennek az volt a korábbiakhoz képest a sajátossága, hogy a számítógép a program utasításait és az ehhez szükséges és eredményként kapott adatokat is el tudta tárolni a központi memóriájában. Az ekkor lefektetett Neumann elvek adják a mai napig a számítógépek alapját, bár sok próbálkozást indult arra, hogy új alapokra tudják helyezni ezeket a rendszereket, de mind kudarcot vallott. Mikor használtad utoljára a telefonodat arra, hogy felhívj valakit? És most nem arra gondolok, amikor Messengeren, Viberen vagy más internet alapú rendszeren hívsz fel valakit, hanem a régi módszer szerint a telefonhálózaton. Csak mert erre nem igen lenne lehetőséget, ha Puskás Tivadar nem ugrott volna rá egyből Alexander Graham Bell találmányára a telefonra, és álmodott volna egy mindenki számára elérhető hálózatról és az ezt vezérlő telefonközpontról. Tivadarnak viszont se pénze, se lehetősége nem volt a kísérletezéshez, hogy megvalósítsa az álmát, ezért felkereste Thomas Edisont és meggyőzte, hogy a telefon nem a távirat tökéletesített verziója lesz, hanem egy olyan eszköz, amit a nagy nyilvánosság számára elérhetővé kell tenni a telefonközpontok segítségével. Edison meglátta benne a fantáziát és hagyta, hogy Puskás Tivadar a műhelyében dolgozzon, ezzel pedig pont azt adta a projektnek, amire szükség volt, pénzt és kísérleti lehetőséget. Puskás Tivadar viszont elkövetett egy hatalmas hibát, és nem szabadalmaztatta az ötletét. Ez vezetett oda, hogy hivatalosan nem az ő neve áll a telefonközpont szabadalmi jogán, hanem Charles Scribner-é, de Thomas Edison is elismerte, hogy az ötlet Puskás Tivadaré volt. Az első telefonközpont 1878-ban állt működésbe az Egyesült Államokban, Puskás Tivadar pedig 79-ben épített egyet Párizsban, viszont nem sokkal később az egész világot behálózták ezek az eszközök. Ennek köszönhető, hogy ma már bárki, bármikor bárkit fel tud hívni, kivéve talán szilveszterkor. A végére pedig jöjjön egy találmány, amire kevésbé lehetünk büszkék, bár tény, hogy fizikai értelemben talán ez formálta leginkább a világot. Teller Ede 1942-ben csatlakozott a Manhattan tervhez, aminek a célja az volt, hogy a hitleri Németország előtt fejleszték ki az atombombát. Ez sikerült is nekik, de amikor az amerikai hadsereg 45-ben Hiroshimára ledobott egy atombombát, a tudósok nagy része összeomlott, látván, hogy mit tettek. Teller Ede nem volt köztük. Miután 1949-ben a Szovjetunió is sikeres atombomba kísérlettel rukkolt elő, az Egyesült Államok vezetése úgy érezte, lépniük kell, és elrendelték a korábbi atomfegyverekhez képest sokkal erősebb bombák kifejlesztését, és a kutató munka vezetője ekkor már Teller Ede lett. Az ő találmánya a hidrogénbomba, amiben két kisebb atommag egyesül egy nagyobbá, ezzel hatalmas mennyiségű energiát felszabadítva. Az első hidrogénbombát 1952-ben tesztelték az Egyesült Államokban, és egyből addig elképzelhetetlen pusztítást mértek vele. A korábban Hiroshimára és Nagasakira dobott atombombák 15-20 kilotonna romboló erővel bírtak, ehhez képest az ekkor tesztelt hidrogénbomba 10.000-rel. Jól hallottad, 10.000 kilotonnával, ami a japánra ledobott atombombák erejének alsó hangon is az 500-szorosa. Pedig azok se végeztek kis pusztítást. Úgyhogy a világ nem csupa jó találmányt köszönhet nekünk, és pont hogy a legrosszabb magyar kezek közül kiengedett találmány tudná szó szerint a leginkább átformálni a világunkat.
Mára ennyit a 10-es listáról. Ha tetszett a videó, akkor dobj egy lájkot, és ha még nem tetted meg, iratkozz fel a csatornára, hogy elsőként értesülj a legfrissebb tartalmakról.